közművelődés szakemberei számára és különösen azokra számára, akiket valami köt ehhez az intézményhez, kihívás volt, vajon hogyan ünnepeljék meg az 50 esztendős Babicsot. A vírusjárvány azonban sajnos átírt minden tervet. Az 50 esztendő mégsem maradhatott mementó nélkül, így hát Dobos Gyula helytörténész és a Pikantéria kedvéért egykori igazgató arra vállalkozott, hogy visszaemlékezésre kéri az egykori vezetőket. Ebből jött létre a könyv, amely arra is jó, hogy egy kicsit felelevenítse azokat az időket, amikor még a műfasz helyén a bőrgyár állt. Most ez a kötet létrehozása, ez azt is lehetővé tette, hogy visszapillantsunk egy kicsit. Tehát mi volt azelőtt, amíg nem jött létre a Babics? Azért mondom, hogy Babics, a különböző az, hogy vegyelművelési központ egyéb, ezek a nevek, ezek úgy nem mennek, de a közszájú mindig azt szorok, hogy Babics. És ha egy intézmény 50 év alatt elér oda, hogy így emlegetik csak egy szóval, hogy a Babics, akkor ez annyit jelent, hogy minőségileg, kultúrában mást adott a városnak, mást adott a város környékének. Nos, egy kicsit térjünk akkor arra, hogy mi volt a múlt. Korábban is voltak kulturális események Szekszárdon, azonban ez a babicsi kisváros volt inkább a nagyfalu, és időnként egy-egy trupp, egy-egy színház megérkezett és játszott. Hol? Hát ahol a lehetőség adódott. Ilyen volt például a Garai szálónak a nagy terme, a Garai, amely később a Garai táncosként működött. Ilyen lehetőség volt, amikor az iparos székház megépült, itt a Fasorba, később úttörőház, tehát lebontották és úttörőház lett belőle. Az iparos székház ugyancsak alkalmas volt arra, hogy színházi előadások legyenek. Ide már nem csak alkalmi truppok jöttek, hanem komolyabb előadások is előfordultak. Egy önálló színházi csoportja is volt, tehát színjátszó csoportja. Igaz, hogy ezek amatőrök voltak, de egészen nagy sikerű előadásokat tudtak. Mária főhadnagytól kezdett, tehát ilyen zenés, táncos darabokat, amire szívesen bejött a közönség. Na most sajnos ezt az épületet lebontották, kár volt érte, mert az Ugrár János által megépített építmény nagyon szép épület volt. Igaz, hogy egy nagy terem és néhány kis terem volt mellette, meg később egy presszó, de akkor is maradhatott volna a városban. De 1970-ben átadták a házat, és ezzel egy új korszak indult meg Szekszárd, de nyugodtan állíthatjuk Tolna megye közművelődésében is, hiszen kezdetben a ház jelentős módszertani feladatokat is ellátott a megyében. Felszabadulás 25. évfordulójára tervezték ennek a nyitását, tehát ez 1970-ben volt, és nem április 4-en, április 2-án volt, amikor az avatás követően a veronai szerelmesek mártírumával beindult itt a gyakorlati kulturális élet. A könyv ötletét minden megkeresett szívesen fogadta, mondta a szerző. Elsősorban az intézményi vezetők szerepelnek ebbe, ugye kivétel, szegény Vadasferi, aki már nem lehetett közöttünk, ő 2002-ben eltávozott, de helyette ezt úgy oldottuk meg, hogy a tadó időszakot, meg a kezdeti időszakot a Szabadi Misi próbálta összefogni, elsősorban, hogy az átmenetről képet kapjunk. Én pedig miután a második igazgatóként szerepeltem 76 és 80 között, én pedig a 10 évet úgy építettem fel, hogy szakmai szempontból is továbbépjünk és lehetőleg mindent bemutassunk. Na most a célunk nem az volt, hogy egy monográfiát készítsünk. Tehát ha nem is az, hogy ilyen teljesen csak kronológikus sorrendben dolgozunk, hanem egyfajta szakmai fejlődést is bemutassunk. Ez különösen könnyű volt az első 10 évben, mert hogy úgy mondjam, ez alatt az idő alatt ért el az intézmény azt a hatásfokát, ami a legjelentősebbnek tekinthető. Szerénykedés nélkül mondhatom, mert 1977-ben már a Kiváló Művelődési Otthon címet másodszor nyert el az intézmény. Tehát ez azt mutatta, hogy nagyon is sikeresen működött. Ekkor már a létszám ilyen 60-65 fő körüli volt, ez részben szakalkalmazottokat, részben a technikai személyzetet jelentette, és nem tartoztak bele a szakkörvezetők, akik külsőként dolgoztak még az intézményben. A különböző rendezvényeken résztvevőket is bemutatja, tehát hogyha ebből majd tallóztak, akkor látjátok, hogy óriási a választék. Nem csak sztorizós, hanem hogy értékelte azt az időszakot, amit ő a Babicsba töltött. Tehát volt, aki 3 évet, volt, aki 4-et, de volt, aki 10 évet, például Kapási Ula, és itt egy érdekes fejlődésre lehet megfigyelni. Mondjuk például a későbbi igazgatók egy része abban az időszakban került az intézménybe, amikor én vezettem a 70-es éveknek a végén. Ez azt mutatja, hogy volt egyfajta folyamat az intézmény munkájába, amiket ők mindig továbbfejlesztettek és alakítottak a külső igényeknek megfelelően. Mert egyet ne felejtsünk el, hogy azért a körülötte lévő házak
nézhetünk a pártbizottság fele, nézhetünk a megyei tanács fele, jelentősen befolyásolták az intézménynek a működését. Néha pozitív irányba, néha nem biztos, hogy pozitív irányba. Én azt hiszem, hogy azok, akik nem ismerték az intézmény munkáját ilyen egészben, azok örülni fognak neki, hogy új információkat jelent, de a vájfülűek azt fogják mondani, hogy azért messze nem a teljességre törekvő a mű, ami egyébként teljes egészében igaz, mert hiszen nem egy krónikát akartunk írni, sok minden hiányzik belőle, de arra jó, hogy 50 év után letettünk valamit, hogy ez is a Babits volt. Adatok, tények, emlékek, képek a Babits történetéből. Tehát ez egy szemezgetés, de azt hiszem, hogy a célt, amelyért létrejött, azt megvalósította. A kötet bemutatóját ünnepség övezi majd abban a pillanatban, amikor erre lehetősége lesz a megjelenéshez és a létrejöttéhez is sokat hozzáadó Babits Műfáz jelenlegi dolgozóinak.